Különböző ízvilágú, úgynevezett mikrozöldeket kóstoltak a zombai háziasszonyok. A helyi főzőszakkör legutóbbi alkalomkor a tavaszra való felkészülés a legyengült szervezet immunrendszerét erősítő táplálkozás került középpontban. Hogyan juthat szervezetünk könnyen és olcsón vitaminhoz? Az egyik megoldás a vegyszermentes, vitamindús mikrozöldek lehetnek. Ezeket akár ablakpárkányon is lehet növeszteni. Hogy hogyan? Hamarosan kiderül. De mik azok a mikrozöldek? A mikrozöldek kicsi ehető növényi hajtások, általában zöldségfélék, mint például borsó, káposztafélék, retek, de lehet növeszteni fűszernövényekből, póréhagymából, petrezselyemből is. A mikrozöldek fontos tápanyagtartalmáról és embertani szerepéről Szűcs Sándorné beszélt a főzőszakkörön. Talán egy kicsit ismeretlen a magyar gasztronómiában a mikrozöldek dolga, azért jöttünk össze, hogy ezzel széles körben megismerkedjünk. A gyerekeknél már csináltam ilyen programot, nagyon sikeres volt az iskolások körében, most pedig nézzük ugyanezt a felnőttek körében. Tehát tél vége van, mindenki várja már a napsütést, mindenkinek a vitamin és ásványanyag raktárai már kimerültek, szeretnénk valami finomat, ásványanyagokban gazdagot, egészségeset enni. Ilyenkor mindenki próbál gyorsan a primőrárukhoz nyúlni. A primőrárukkal ugye az a nehézség, hogy nagyon drágák, nagyon vegyszeresek, és tele vannak műtrágyával. Nézzük, tudunk-e valami finomságot otthon saját magunk termeszteni, olyat, amely kéznél van, amely tevékenységbe a gyerekeket is be tudjuk vonni, és amely vegyszermentes és mindig friss tud lenni. Ilyenek lehetnek a mikrozöldek. Itt ezeknél a kis zöld növényeknél a klorofil tartalom nagyon magas. Ugye, ha összehasonlítjuk az emberi vért a növény vérével, ugye a növény vére a klorofil. Ugyanolyan a molekula, mint az emberi vérben a hemoglobin. Tehát a hemoglobin és a klorofil molekula megegyezik, majdnem. Egy különbség van, a központi atomban különböznek. Míg az embernél a hemoglobin központi atomja a vas, a növényeknél a klorofil központi atomja a magnézium. Tehát az emberi fogyasztásra a növény vére nagyon-nagyon-nagyon hasznos és nagyon egészséges. A mikrozöldek tápanyagtartalma átlagosan 40-szer magasabb, mint a kifejlett növényé. Ezek a növényi hajtások apró méretűek, de beltartalmi értékük kiugróan magas. Például a vörös káposzta mikrozöldben 69-szer több K-vitamin van, 6-szor több C-vitamin és 40-szer több E-vitamin a kifejlett káposztához képest. Illetve antioxidánsokban is gazdagok. A mikrozöldek nagyon változatosan felhasználhatóak. Fogyasztása kapcsán csak a fantáziánk szabhat határt. Étteremben talán már nagyon sokan találkoztak vele, hiszen étteremben díszítőelemként használják. Mi itt nem díszítőelemként szeretnénk dolgozni vele, hanem zöldségként tulajdonképpen. Pirítósra készítettünk mindenféle feltételt, almához, banánhoz, ha tesszük, akkor egy úgynevezett zöld turmixot kapunk, amely ugye szintén nagyon-nagyon egészséges, és előnye még, hogy ugye ott nagyon aprítva van minden, és a klorofil tartalom jobban fel tud szívódni. Immunrendszerünket erősíteni tudjuk továbbá házi gyógynövény teák fogyasztásával, ezeket lehetőleg édesítés nélkül vagy kevés méz hozzáadásával fogyasszuk. De más hasznos házi praktikák is szóba kerültek. Egy kis házi praktika nagyon sokan ismerik, nagyon sokan használják. Citrom, gyömbér, mézzel összeturmixolva, és akkor azonnal kanalasztható, illetve vízzel hígítva limonádéként fogyasztható. A gyerekek nagy kedvence, az iskolások nagy kedvence is. Tehát nem kell félni a szülőknek, bátran nyúljanak a friss dolgokhoz, mert a gyerekek el fogják fogadni, csak tálalás kérdése és példamutatás kérdése az egész. A székelyek nagyon-nagyon gyakran főztek lucerna levest, és most már tudjuk, hogy a lucerna az egyik legmagasabb klorofil tartalma. Elhangzott, hogy sokan a mikrozöldeket a csírákkal tévesztik össze, pedig a kettő kétféle. A csírák kicsirázott magvak. A mikrozöldek fejlődésben lévő növények, fiatal növényi hajtások. A valamilyen ültetőközegben elvetett magvak már szárat és leveleket is növesztettek. Arra kell törekedni, hogy ha valaki szeretne akár mikrozöldet, vagy akár csírát, tehát csíráztatni, akkor tehát ne a veteményes boltban vegyük meg a magot, mert azok csábázott magok, tehát az nem jó. Tehát bioboltban kell megvenni a magot, hogy az steril legyen, tehát ne legyen csábázva. Nagyon egyszerű, használati utasítás mindenhol ott van, tehát egy éjszakára a magot be kell áztatni, és utána ilyen úgynevezett csíráztató tálba célszerű tenni, mert ez ugye, igen, hát alul lyukacskás. És akkor ugye ebbe beletesszük, igen, és akkor csap alatt naponta kétszer-háromszor átöblítjük, kifolyik a felesleg, és akkor ez nagyon gyorsan kicsírezik. 2-3 nap alatt készen van a csíra. A csírák kifejlődéséhez általában elegendő néhány nap. A mikrozöldek nagy része a vetéstől számítva körülbelül 2 hét alatt
vágható méretűre növekszik. A mikrózöldeket interneten is meg lehet rendelni. A csomagban az ültetéshez szükséges kellékek is megtalálhatóak. Ezeket is bemutatták a főzőszakkörön, ahol a háziasszonyok maguk is elültették a kiválasztott mikrózöldet, amit ezután hazavittek, hogy majd otthonukba kóstolják meg. Fontos, hogy kókuszorosba legyenek elültetve a magok, mivel ha a hagyományos trágyázott föld lenne használva, megeshet, hogy a trágya nincs kellőképpen lebomolva, és akaratlanul is megfertőzhetjük saját magunkat. Internetes rendelés esetén ezek a kókuszrostok az ültető csomag részei. Víz hatására ez a kókuszrost kidagad. Majd az ültető tárcában kidagadt és vizet felszívott kókuszrosba beleszórták a vetőmagokat. A vágható méretűre növekedés alatt folyamatosan öntözik otthonaikban majd az asszonyok. Körülbelül 10-12 nap után vághatják és fogyaszthatják akár pástétommal megkent kenyérrel is családtagjaikkal. A növények vágás után már nem hajtanak újra, kivéve a zöld borsót.